A 23. fordulóban a kékfehérben játszó Lipótot fogadta a János Somorja, ez volt a miénk utolsó hazai mérkőzés az idei bajnokságban. Ősszel 3-0-ás vereséget szenvedtünk a Lipóttól, tavaly pedig 9-0-ra kaptunk ki itthon. Jó lett volna egy tisztes helytállást produkálni a bronzérem várományosával szemben. Bár a játékos kerete sokkal erősebb a vendégcsapatnak, a János Somorjánál pedig nagyon sok volt a hiányzó, összesen 2 cserejátékos kapott helyet a kispadon. Nem nagyon volt lehetőség a változtatásra. Mindössze 2 perc telik el, amikor Bella kap egy nagyszerű kiugratást, a miénk reménykedtek talán egy lesben, de erről szó sem volt, Tüske pedig nem tud hárítani. Bella góljával nagyon korán ott az előny. Aztán megint az ellenfél csapatkapitánya akcióban, ugyanolyan kiugratást kap, mint az imént, ezúttal azonban Tüske hárítani tud. Az első fél idő derekán, továbbra is 1-0 Lipótnak, és nincsenek János Somorjai helyzetek. 2 perccel később egy jó beadás, megint Bella érkezik, nem tudtuk tartani az első fél órában az ellenfél 8-asát, csak neki vannak helyzetei, és ezek közül egyet már gólra is váltott. Egy távoli próbálkozás Virágtól, nem csapódott annyira erősen lefelé a lövés, de mégis a felső léc állta útját a gólnak. Nagyon nyom a Lipót, folyamatosan a János Somorja pedig elkeseredetten védekezik. A les taktika ismét nem válik be, Régely lép ki, azonban beérik a védők. Szinte hasonló akciókat látunk egymás után 3-4-szer, és nem találjuk az ellenszert védekezésben. Régely ezúttal szögletet ad be, és szerencsés találattal növeli az előnyt a vendégegyüttes. Tüske Adrián próbálja hárítani a befelé tartó labdát, és hogy beleütött, ez Bella arcáról került a kapuba. Az órát fájlalta, de a gólnak örült. Még mindig az első félidő, és a 23 gólos Zimonyi veszélyeztet. Őt viszonylag jól ki tudtuk venni a játékból az első félidőben. Aztán egy labdaszerzés, nagyon rossz kirúgást követően. Jön a beadás, Tüske ebbe még belekap, a hátvédek nem érnek oda. Biedernek pedig még az is belefér, hogy cipeli egy kicsit, aztán bevágja a léc alá. 38 percnyi játék után 3-0-ra vezet a Lipót, már az első fél időben eldől a találkozó sorsa. Egy elfutás a bal szélen, innen viszonylag sok támadás vezetett a vendégegyüttes. Egy lövés visszafelé, Régely próbálkozott, Tüske pedig ezúttal is hárít. A hátvédek is egyre többször léptek fel a támadáshoz, érezték, hogy meg lehet a gólszerzési esély, ezúttal Molnár durrantott mellé. A 3 gól ellenére elég sok a kihagyott helyzet a Lipóti oldalon, nagyon magabiztosak. Zimonyi egyre többször villant a második félidőben, ez egy lövés, amit Tüske hárít, és megint teljesen üresen volt a támadó a 16-osunkon belül. Bizonytalankodunk hátul, Bánfalvira rácsúsznak, az ellenfél labdát talál, és ha ott van, akkor szinte állítgatás nélkül el is lövi. Csete szerzi a Lipót 4. gólját, nagyon könnyedén játszik az ellenfél, egymás után szerzi a gólokat és dolgozza ki a helyzeteket, és továbbra sincs János Somorjai lehetőség. Keszei egy hátvéd, aki fejjel veszélyeztet szögletet követően, tényleg bárki veszélyes lehetett a János Somorjai kapura ezen a meccsen. Nem csak a szögletek, a bedobások is gólhelyzetet eredményezhettek, ezúttal Csete durrant fölé, de egy gólt már szerzett itt a második félidőben. Régely, szintén húzó embere volt a Lipótnak, megint ő kerül helyzetbe. Egy gólpaszt korábban már jegyezhetett, ezúttal a próbálkozásnak Tüske útját állta. És még mindig a fehér mezesek jönnek előre fáradhatatlanul, amieinknek pedig kezdett elfogyni az erejük. Ebből lesz egy rossz ütemű belépő a 16-oson belül Tóth Kristóftól. A játékvezető Zám Zsolt pedig a büntetőre mutat, és kioszt egy sárgát Tótnak. Az ítélet végrehajtó Zimonyi, aki eddig 23 gólos, ezt azonban kihagyja. Hiába a sok helyzet, Tüske büntetőt hárít. Továbbra is maradt tehát a 4-0-ás Lipóti előny. Hátra volt még negyed óra, megint szélső elfutásból veszélyeztet a vendégcsapat. Zimonyi pedig hiába repült a levegőben, nem tudta kapu felé továbbítani fejjel a labdát. Nem tud újítani a János Somorja, nagyon beszorulunk a hátralévő időszakban is. Jönnek a távoli próbálkozások, aztán egy üde színfolt, egy János Somorjai akció. Dudás elindul a bal oldalon, átfűzi magát egy védőn, kicserez egy másodikat is, a lövésre azonban már nem maradt ereje. Ez volt a maximum, amit ki tudott hozni magából a János Somorja. Dudást megtapsolták a nézők, de nem volt túl nagy helyzet. Nem úgy Zimonyi, aki végre megszerzi a gólját sok helyzet után,
sebességben itt már óriási volt a különbség a két együttes között. Nem érnek vissza a védők sem. 5-0. És még mindig nem volt vége. Itt egy újabb akció a szélről. A belőtt labdáról Tóth Kristóf lemarad. Zimonyi pedig az utolsó 10 percben duplázva már 25 gólnál jár a bajnokságban. Egyen rúgott kevesebbet, mint a János Somorja összesen. Ilyen arányban is megérdemelt a Lipót győzelme, 6-0 a mérkőzés vége. Az ellenfél maradt harmadik, a miénk a 9-ről a 10. helyre csúsznak vissza az utolsó hazai meccsen. A folytatásban 3 idegenbeli találkozó a Győr Szent Iván, a Beled és a Fertőszent Miklós ellen. Hát egy nagyon igazságos mérkőzés volt, mert elosztottuk a 6 gólt, 3-0 volt a félidő, a második is az volt, és azzal becsültünk meg a János Somorját, hogy tudjuk, hogy sok problémával küzdenek, sok sérülése, hogy mi végig komolyan vettük, és az utolsó percig küzdöttünk, ellenük így lett 6 gól a különbség. Hát a szakmailag értékelhetetlen volt, óriási. Tehát azt lehet mondani, osztálybeli különbség van a két csapat között, játékos tudásba, költségvetésbe, mindenbe. Hát ezt a pályán meg is mutatta a lipóti csapat.